Tökélynek a Gyermek évszázada című dramatizált műve, úgy értem, hogy a drámai nagy szavokat használ, mint egy újságíróhoz írik, hogy magára fordítsa a olvasót. Szóval azt mondja Géza, hogy így kezdődött a dolog, és aztán belenőtt ezekbe a már az imént említett totális államokba, és ott van elenyészett. A totális államok, azok ezt nem szerették. A totális államok az oktatást és a nevelést, amit akkor köznevelésnek neveztek, bár a magyar nyelvben a köznevelés éppen nem akkor jelent meg, de szóval a nevelésnek a primátusa, ez egy totális államban egy állami irányítású pedagógiává vált, és ez az állami irányítású pedagógia elnyomta ezeket, vagy lenyomta egészen a láthatatlanság szintjéig, vagy az osztályterm szintjéig azokat az osztályterm zártságba száműzte azokat a kísérleteket, amelyeket virágoztak a 20-as években, egyébként az 20-as évek, 30-as évek előtt. És akkor elmúltak ezek a totális rendszerek, a nyugaton előbb múltak el, keleten csak 1989-90 után múltak el, ha egyáltalán elmúltak, legalábbis a politikai rendszer elmúlt. És ebben az elmúlásból egyszerre, mint egy sereg bomba az eső után, ezek a félig hasonlata nem a Gézáé, megint megjelennek az alternatív, ugye most inkább alternatívnak hívják őket, de hát igazából ugyanazok a gondolatok jönnek vissza, és ebben a tanulmányban ezt Géza nagyon jól összefoglalja, hogy melyek a vezető gondolatok, amelyeket hát a 20-as, 30-as években, tehát 70-80 évvel ezelőtt már egyszer megéltünk. És hát ezek a gondolatok valahogy most úgy látszanak, mintha a fordulatnak az eredményei volnának, akkor igazából, és hát egyoldalúvá válik, különösen mikor a politikai csatározásban egyes pártok vagy pártpolitikusok kezdik kisajátítani maguknak, minél következtében már a kettes pártpolitikusok persze az ellenkező oldalra állnak, és így kialakul az a többosztató oktatáspolitika, amit mondjuk a 2000-es évek környékén lehetett látni. Ez kérdésre és az írás, tehát méltán beszél erről. És ugye akkor a rendszerváltás után kialakul egy liberális pedagógia, pláne egy neoliberális pedagógia, ez a bizonyos piacosodás, voltcseretés és a többi, illetve ezzel szemben egy konzervatív pedagógia, amelyre ki vannak nevezve az egyházak, mint pedagógia zászlóvívői, ha vannak egyházak, például egy ilyennek a terményben dolgozik mostak, és még több ilyen egyház is van, amelyik nem zárkozik a világhoz, de a nagy tradicionális egyházak ebben az irányban nem van. Nagyon most az adaptációja, Ferguson adaptáció, hogy lehet-e értelmezni ezt, amit Géza leírt, oktatáspolitikán ezt a dinamikáját, úgy, ahogy ezt Ferguson sugallja nekünk, és én azt találtam, hogy igen, lehet. Méghozzá úgy lehet ezt értelmezni, hogy az innováció azzal a hálózatosodással, amely megindult a 19. század harmadik harmadában, az iskolák burjánzása, szabad iskolák, szabad nevelési környezetek megjelenésével, és ez a hálózatosodás termelte ki az újabb és újabb gondolatait a reformpedagógiának. Ez a hálózatosodás egy adott percben, mondjuk amikor egy olyan iskolát produkált, egy nagyjából olyan iskolát produkált, amely iskolá már közelebb állt, vagy irányíthatóbbá vált, akkor magára ráépült az a szervezet, az az államilag irányított és totálissá vált oktatáspolitika, amelyet a totális állam karjaként értékelünk. És azt a pillanatot, például a nevelés primátusát, a munkának a beemelését az iskolai tevékenységbe és hasonlókat, a közösséget, amelyik autonóm és neveli saját magát, ezeket az értékeket állandósította és államivá tette. És mindaddig, amíg ez a torony rá nem épült a piacra, tehát a hálózatra a hatalom,
Mindaddig már túl volt mindenki ezeken az értékeken, még mindig nyögték. Aztán a hálózatosodás folytatódott tovább, mondja Géza, ez a torony összeomlott, és ott megint, még mindig folyt a háló, mindenki tudta, mert csinálta, mert az iskolában, az osztályteremben, a másod nem, meg a magán, meg a játszótereken, meg a sporttelepeken, azért folyt a pedagógián, a tágabb értelmezés, a felnőtt képzésben, stb. És most megjelentek megint a hálózatok, és most itt vannak, és újabb és újabb innovációkkal jelentkeznek. A kérdés az, hogy most egy hatalom megint rá fog épülni, közben 2004-től persze eltelt bő 10 év, 15, látjuk, hogy igen, egy hatalom ráépül, amelyik egy adott innovációs állapotában ezt a hálózatot próbálja rögzíteni, és akkor most mi fog következni? Ez a értelmezése, Ferguson értelmezése, Sáskan Géza, az most talán lejárt valami időn, de azért még mutatom már miben. Ezt a Teréziánon, ez egy igen elit hálózata volt, hálózata, kapcsolat, szóval iskolára rendszerre volt, hiszem 68 Teréziánum intézet létezett a Monarchiában, ez a Bécsi Teréziánumnak a bejárata. Szép is, hát ők meg olyan sokat. Ez pedig a Summerhill szabadiskolának a kampusza, ha halljátok. Hát ugye Summerhill Anglia, persze Bécsből nézve Anglia szabadság hazája, Angliából nézve ez már nem olyan egészen biztos, de hát minden esetben. És hát itt van az irodalom, amit használtam hozzá, a Ferguson-ról beszéltem, Harari-ról beszéltem, Gézáról beszéltem, Forra és Kozmának ez a írása a legteljesebb összefoglalása annak, amit eddig a társadalomról találtak, úgyhogy a társadalomnak egy másik szintjén sétáltak, sétafikáltak, jobbra-balra, leültek itt, megálltak ott, beszélgettek ezzel, meg rácsodálkoztak arra, és ráébredtek, hogy van egy társadalom, ami teljesen más társadalom, mint amilyenben most benne élünk. Mondok egy példát. Reggel 8-kor azon a környéken, ahol elindultunk, még alig volt forgalom. Eszembe jut, hogy reggel 8-kor azon a környéken, ahol most éppen nem vagyunk, azon a környéken már minden volt kinyitott. Tudjuk, hogy már reggel 7-kor elkezdődik az élet. Ez csak egy pici példája annak, hogy az ország, a vidék és a nem vidék két, hogy így mondjam, különböző szinten él, és ebből messze menő következtetéseket is lehet vonni, ha akarjuk, de most nem akarjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten értesen Sáska Gézát! És nagyon szépen köszönöm! Kérdések, amiket gyűjtünk, és utána tanulásnak tettem el. Meg van mindenki lepődve. Hát ez egy... Tömény volt ez. Géza. Egy adalék, amivel ezt megosztom a jelenlévőkkel, de nagy örömmel. Utoljára ez egy mellékszál, hogy az általános iskola keletkezésével, tehát hogy csinálja meg a politika az általános iskolát a szovjet, illetve a nem szovjet megszállási régióban, és ott találtam egy ilyen adalékot Németországról, még pedig az amerikai által elfoglalt északi zónában. És a jártai egyezményben, vagy a jártai egyezmény benne van, hogy elfoglalt, hogy a vesztett államokban demokratikus oktatást kell létrehozni, és kevés idő van az oktatásra, és ott megindulnak a spontán folyamatok, iskolaszervezések, és ezek alapvetően mind alternatív iskolák, és alapvetően, és egyáltalán nem csodálatos, hogy a Hitler előtti domináns pedagógiai eszme, a Kessensteiner-i gondolat volt a meghatározó, és robbanásszerűen jelennek meg a Kessensteiner-i elvek. Most, hogy az elvek
ez verbálisan van így, vagy pedig az egyetemrajzként, egészen addig, így 46-47-ben megjelenik a szavait, a Levi Ferguson szavait, a torony, amelyik e tekintetben rendet van. Lehet így értelmezni a történelmet, mondjuk nem Ferguson-től eltérően, én úgy gondolom, hogy nem csak így lehet értelmezni. Szerintem ő is így gondolja, de most ebben van beleszerelmesedve, ezért aztán ugye most a Ferguson adaptációkról beszélünk, mint hogy amit beígértem, akkor Ferguson adaptáljuk. Ha Harari-t akarnak adaptálni, ha Bárkai Nándort akarnak, akkor ők adaptálhatnák, mert ezek ilyen gubi vagy Marxot például kitűnően fel van építve egy Marxi teológia is persze. Ezt is sokáig adottál. Kati? Nem kérdeztem fel, csak hogy el vagyok képedni, és el akarok szemetek osztani. Én nem hallottam a Tamásnak ezt, és nem is olvastam pedig akart. És beszóltuk egymást tudnak mutatni a készülő műveket, de ezt én nem láttam mindesetre. Ez most ugye elmondom másnak is ott van a fejében, hogy elmondolkodik. Te úgy értelmezed a történelem folyamatát, hogy tegyük fel csak az utóbbi 100 évvel, egy másikben jönnek mindig tulajdonképpen hasonló gondolatok, tehát vagy, amit nevezünk a szokás alternatívnak mondani, mihez képest egy kormányzati, stabil, konzervatív valamihez képest, amikor összeomlik, és akkor megint jönnek az újak. Megint ugyanazok, és mindig ugyanazok jönnek, így valahogy így. Néz ki a modell szerint a oktatás rendszer, vagy oktatás fejlődés, vagy alakulás. Oktatás politika alakulás. Nem csak a politika, hanem maga, amiből társzerűen kívülhetj. Zsuzsa? Én nekem a szigetszerű innováció fogalma jutott eszembe, amit elsősorban gazdasági Kádár rendszer gazdaság leírásának használtak többen, de később Bátori Zoltán például az oktatási rendszerben is alkalmazta, ugye maga metaforikájában az alternatívokat nevezve az volt a kultusoknak, valahogy így rohannak előre, és ugye azt károsztatta, hogy ez soha nem bírt összeállni. Tehát, hogy van ennek a látásmódnak köze ehhez. Mert ugye... De nem lesz idő, Tamás, tehát... Én még egy dolgot mondanék, hogy mintha ez a... Amit itt most Tamás elmondott, az valamilyen értelemben arra is alkalmas lenne, hogy ifjúkorunknak egyik alapolvasmányából eredő hát hiányérzeteinket korrigálja. Mégpedig Archerre gondolok, ami ugye közismerten ugye szembeállítja ezt a angol száz decentralizált meg a francia típusú stop and go modell, ami ugye nagyon szerettük annak idején, de szemmel láthatólag a Rajnától errefelé nem nagyon értelmezhető. Mert nincs abban az értelemben erős központi hatalom, mint Franciaországban, és nincs olyan erős helyi társadalom, mint Britanniában, hanem mindenféle, hát részben kaotikus mozgások vannak. Na most, hogyha ezt az egészet egy olyan időbeli, hogy mondjam, vagy egy olyan fajta ciklusként értelmezzük, ahol a ciklusnak az a lényege, ha jól értem, hogy időként ezek a különböző erejű helyi mozgások elindítanak különféle ilyen-olyan folyamatokat, az diverzifikálódik annyira, amennyire diverzifikálódik, utána jön valaki, aki helye rendet csinál. Akkor, ugye, mint minden zsarnok
meghal egyszer, nyilván ez most is így lesz, tehát egy idő után megszűnik most is majd a torony, azt gondolod, hogy most halhatatlan a zsarnok, írva értem. Tehát megszűnik egyszer a torony, akkor megint egy kicsit káosz, ez is utána megint rendcsinálás. És ez szerintem egyfajta ilyen, ha úgy tetszik, a Rajnától Vlagyivosztokig tartó térségben értelmesebb magyarázat, mint ez az Archer-féle dualitás a fejlődési modelleknek. Ha nincs több, akkor Tamás ilyen szó. Ezeket a kérdőn már szabad leszólni. Szóval a kettő közt azok, van egy pár különbség, hát a Ferguson először is nem oktatáspolitikáról beszél, Archer meg arról beszél. De ennél fontosabb talán az, hogy a Ferguson és az Archer között az a, valóban az a különbség, amit te mondasz, hogy az Archer leképezve a 70-es évek végét, az egymás mellett évesről beszél. Tehát van egy ilyen modell, meg egy olyan modell, és mind a kettő működik, és ettől kerek a világ. Viszont a Ferguson is, meg az elődei a nagy német filozófusok ugye mozgásban látták a világot, és ez a különbség. Tehát az, hogy az egyik, hogy a Archer egyik modellje szépen alá megy a másiknak, a másik elmúlik, jön még megint előkerül, tehát ugye ez a dinamikája dolognak ennyivel több vagy más, mint az Archer elképzelés. Amit szerettem a Zsuzsának mondani, most is mondom, az az, hogy ez nagyon jól összeillik a Báthori által sugallt kép, vagy leírt kép, és az, amit mi most itt elképzelünk, Gézának a mintájával, anyagával kapcsolatban. Azt mondják, hogy valóban szigetszerűen kiemelkednek az innovációk, és nem tudtak összekapcsolódni. Igen, nem tudtak összekapcsolódni. És amikor összekapcsolódtak, addigra már elmúlt az a bizonyos torony, ami miatt nem tudtak összekapcsolódni. Hát az most egy másik kérdés, hogy maguk az innovátorok mennyire azok, és szerintem mindig önálló valaki. De az innovációk azért mégiscsak úgy terjednek el, hogy összekapcsolnak, és eztől van egy, mondjuk azt, hogy a Gutenberg csinált egy nyomdát, lehet, hogy nem volt boldog, amikor tudom, egy másik adnak, nekem azt is megcsináltam, miért kell két nyomda, nekem már van egy nyomdám, ugye? De hát mégis az innováció az attól, de van, és akkor egy pillanatban egy úgy, ahogy ezt most hallottuk, ez szépen összeáll a kép, és a rendcsinálás esete forog fel. És amit Kati említett, az mi is volt az, hogy igen, hát ugye ez egy oktatás, az oktatás politikának egy mondjuk értelmezési lehetősége. Azt nem, abban nem vagyok egészen biztos, hogy hogyan élnek tovább ezek a gondolatok, de a Géza írása alapján azt mondhatnám, és most, hogy amit hozzászólt, és nagyon jó példa, és közben eszembe jutott szegény Krupszkája, és ugye az ő belé csipaszkodó Makarenko, hogy ezek, amiket ők újításként találtak ki, ezek valóban részei lettek a szocialista pedagógiának, csak úgy, hogy már kötelező bocsánat. Tehát nem a szabadság jegyében történtek, hanem a kötelezőség jegyében történtek. A munka például iskola, a politechnikai iskola és a többi, a közösségi nevelés, ezek kötelező előírt dolgok voltak. És hát ugye ebből jól látható, hogy ezek az értékek, amik felmerültek az innovációk során, ezek az értékek, amikor állandósítják őket, hogy akkor valóban egy hivatalos oktatáspolitika részévé válnak. És akkor abban reménykedhetünk, amit te mondtál az előbb, hogy a hatalmak, a birodalmak elmúlnak. Csak egyet teszek ehhez hozzá, megjegyzésképpen, az, hogy valószínűleg váratlan módon múlnak el. Nem úgy, amit kiszámolunk, hogy majd, amikor meghal, akkor szépen elmúl, nem. Ezek a birodalmak összemúlnak, azt jelenti. Tehát váratlanul múlnak el, nem kiszámítható módon, és ez külön bája, bukéja. Köszönjük szépen! Jó, és akkor most Kelemen Elemért fogom kérni. Most én ezt innen kiveszem. Igen, nyugodtan. Parancsolj.
Bevallom, van bennem némi kár öröm. Néhány hónapra ezelőtt ugyanebben a teremben Sása Géza bűnrészességével, már személyi jogaimat is sértve, félreérthetetlen célzások történtek életkori sajátosságra. Lomogyi előttében szeretnék venni bevezetésképpen, kivételesen versben. 71 csak bátran Gézben, de ne feledd, hogy változik ez szám. Pantan elmondta egy bölcs görög, a homokóra esztelen görög. De néhány persze állítsuk meg azt, és gyarló lelkünk töltse el malaszt. Ebben a malasztályás pillanatban, prózában folytatom, Isten éltessen Sársa Géza, te 70 éves hihedel. A köszöntés folytatása a programban jelzett előadás, amelynek tárgya az elmúlt időszakban jubileumról jubileumra lépkedő Magyar Pedagógiai Társaság 1967-es újjáalakulásának a körülményeit és első évtére néhány momentumát szeretnék felidézni. Ugye 1891-ben alakult meg az ős Magyar Pedagógiai Társaság, 67-ben pedig 125-50 év a kerek, apropót jelentő kerek évforduló az új. Szóval 1891-ben létrejött Magyar Pedagógiai Társaság, Magyar Oktatásügyi Modernizációnak sereg belül a pedagógus szakma, szakmává válásának, professzionalizálódásának nagyon fontos mozgalmat adott. Programja és tevékenysége, például említem a megújuló nevelés tudomány és a tömegesedő oktatás kapcsolat teremtése, a kapcsolatrendszer kimunkálása, vagy az oktatáspolitikai témák iránt érzékenység, a tankötelezettségtől kezdve a iskolarendszer struktúráján át a nevelés tudomány vagy pedagógus képzés megújításáig, vagy éppen a nemzetközi kitekintés szándéka, amely tágra nyitotta a meglehetősen egyoldalú, a germán hagyományokra támaszkodó magyar neveléstudománynak a látókörét is. Nyilvánvaló, hogy ezekre az értékekre, amelyet az 1946-ban újjáéledni látszó Magyar Pedagógiai Társaság szintén programjának vallott, a következő években aztán nem volt szükség. A 49-es-50-es durva felszámolás ennek a folyamatnak a lezárását jelentette. A Magyar Pedagógiai Társaságnak, mint szakmai társadalmi szervezetnek az újjászervezése 56 eseményeihez kötött. Ekkor bukkan fel újra az elképzelés, a újraélesztés szándéka, az akadémia nevelési főbizottsága, igen, ez volt akkori kifejezés, foglalkozott először a gondolattal, és saját égisze alatt próbálta a újjászervezést megindítani. Több hozzászóló foglalkozott a pedagógiai társaság újraélesztésének szükségességével a Balatonfüredi Pedagógiai Konferencián, és érintőlegesen megjelent a téma a Petőfi Pedagógiai Vitától is. Már paradox történet, hogy a kivitelezés előkészítésére a 49-50-ben kivégzett Magyar Pedagógiai Társaság három képviselője, nevezetesen Vajda György Mihály, Faragó László és Zibor Emmengel vállalkoztak, és bizarr a pillanat is, 1956. december 31-én szilveszter napján nyújtották be a társaság újra alakítására vonatkozó tervezetüket a
pedagógiai főbizottságnak, amelyik még kitűzte január valahányadikára a napi rendtárgyalását, tehát a történelem másodott ezt. 10 évig néma csend. 1965-ben nyilván megfelelő háttérbiztatással Zibora Endre egy köznevelés cikkben említette meg a újjászervezés gondolatát, és szervezett taktikai lépésekről volt szó, még ez év őszén Péter Ernő, a pedagógus szakszervezet főtitkára, központi vezetőség ülésén jelentette be egy a pedagógus társadalom széles köreire támaszkodó, alulról szerveződő szakmai szervezetnek a létrehozását. Ez az ellentmondás is végighúzódik a új alakulás történetét, alulról vagy felülről. Jó egy év telt el, nyilván a politikai háttér alkult időszaka, ez a káder kiválasztás időszaka. A pedagógiai társaság meglehetősen zilált, rendezetlen irattárában elvonatkozóan nagyon kevés dokumentumot lehet találni. Saját házi feladatomnak is tartom, hogy más forrásnevű helyeken ennek az egyébnek a történetét is megközelítsen. Lényeg az, hogy egy év elteltével, 1966-ban hívták létre azt az előkészítő bizottságot, amelynek a tagjait a minisztérium, az akadémia, a pedagógus szakszervezet és az Országos Pedagógiai Intézet delegálta. Ennek az előkészítő bizottságnak a tevékenységére már több forrással rendelkezem, de még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon világítató, önvesztett anyag, ahol a társaság dokumentumai keverednek társaságvezetők személyes hivataival és kérdőállnak a magánlevelezésében is például. Ebből rekonstruálható, hogy a előkészítés folyamán két lényeges kérdés merült fel. Egyrészt a társaság jellege, ez a demokratikusnak látszó, alulról szerveződő szakmai szervezet koncepciója, vagy egy demokratikusan centralizált, felülről kiépítendő közvetítő szervezetnek a elképzelése. Fölmerült az, hogy a új pedagógiai társaság, az akadémia égisze alatt annak egy alkalmazott tudományos testületeként funkcionáljon. A minisztérium sokáig kardoskodott amellett, hogy az oktatás politikai, oktatás irányítási elképzelések direkt végrehajtója legyen. Végül a köztes megoldás született meg. A alulról szerveződő demokratikus szervezet látszatát őrző, de a pedagógus szakszeret felügyelettel alá képzelt irányítás alatt működő, tehát államilag irányított szervezetnek a létrehozása. Tükröződik ez a tagság kiválasztásának, kijelölésének a kérdésében is. Bár fölmerült néhány jelentkező volt is, az önkéntes jelentkezés lehetőséget abból elvetették. És egy rendkívül részletesen kimunkált stencilen olvasható szempontsor készült a kiválasztás, mondhatni a kijelölés processusára. Megjelölve azokat a szervezeteket, amelyek jogosultak a új alakuló pedagógiai társaságnak a tagságát kijelölni, nagyon szigorú kontroll épült ki a kiválasztott tagok megítélésénél. Ebben tanácsi igazgatási szervek, pártszervek, szakszervezet kaptak meghatott feladatot. Mégis nehéz megítélni, hogy ebben a végül körülbelül 300 fő célzó alapító tagságban a szakmai szempontok mellett minden egyéb szándékok és törekvések érvényesültek. Jelentő momentum, hogy ebben a sillabuszban, az iránymutatás jelentős sillabuszban
a gyakorló pedagógus szó szerint úgy nevezett gyakorló pedagógus jelenik meg, és az összetételt, vagy a társaság elkésőbbi elnökségét vizsgálva is, nyilván ők alkották legalábbis kezdetben a létre új társaság alapító tagságának a töredékét. Egyébként szinte patika mérlegszerű, kínos pontossággal jelölték ki a tagsági összetételt. Körülbelül 40% a káder állomány a párt szakszervezeti tanácsi irányító, minisztérium irányító szervezetek képviselői. Ez az elnökség összetételében is tükröződött. A 60%-on belül pedig, ami a szakmát jelentette volna, a túlnyomó többséget, az Országos Pedagógiai Intézet és a még létező nagyon kevés tudományos intézet hivatásos neveléstudósai, pedagógus képzőintézmények, pedagógiai tanszékei alkották, és kisebb hányadban, mondtam, az úgynevezett gyakorlatilag a kétkezés pedagógusok. 1967. április 21-22-én ül össze a új pedagógiai társaság alakuló közgyűléssel, meg megválasztja a szervezet tisztségviselőit, Jaúz Béla a személyében a társaság elnökét, és Simon Gyula lett a társaság főtitkára. Az itt elfogadott szervezeti és működési szabályzat hangsúlyozza, és ebben támaszkodik az elő szervezetre, az elmélet és gyakorlat összekapcsolásának a szükségességét, szintézisét a szocialista, nyilván a szocialista pedagógia szolgálatában. Kimondja a működési szabályzat, hogy a társaság állami pórázon közvetlenül a pedagógus szakszeret irányítása alatt működik, felügyelete alatt működik, és a felügyelet tartalmába beletartozik az is, hogy szabályellenes működés esetén megszüntethető, felszámolható. A társaság első 10 éves történetének néhány mozzanatát szeretném még felülmondani, mennyire játékítőnkéjel engedi. A háttérről először. A új alakulás előzményei és az első évtized tevékenysége tulajdonképpen oktatás politikai szempontból két szakaszra osztható. Nem akarok részletekbe menni, az első a gazdasági mechanizmus katalizáló hatásával és a politikai hatalom konszenzus kereső törekvéseivel összhangban a gazdasági életben föltárulkozó gazdasági társadalmi problémáknak a megoldására irányuló törekvés, ami katalizáló hatással volt a tudományokra, oktatásügyre is. Az oktatásügynek egyébként, ha őszintén szembe akar nézni magával, szembe kellett nézni a 61-es pseudo-reformnak a katasztrofális végkifejletével, amit sajátos módon a kezdeményező pártközpont számolt fel a 60-as években. És ebben a szabadalmat tűnő légkörben a reformok ígéretével is megindult egy gondosan eltervezett tényfeltáró tevékenység a valóságos helyzet és az ebből következő megoldások keresésére. Ebben a légkörben születhetett meg tulajdonképpen a újjászervezett magyar pedagógiai társaság. Ez a folyamat azonban a 70-es évek elején, 71-72-ben megkötött. Látványos kifutása a központi bizottság 72-től novemberi határozata a új mechanizmus visszavonásáról, és ez a megváltozott belpolitikai légkör rányomta a bélyegét a közoktatás politikára, és a 72-es párthatározat tulajdonképpen ennek a baloldali fordulatnak a jegyében született. A nevelés történetben néhány év megjelent írásomban próbáltam a központi bizottság 72-es határozatának a
korábbi megítélésektől mindenképpen eltérő értékelését adni, amikor bátorkoztam azt mondani, hogy egy átmenetileg sikeres, végső fokalomban sikertelen ellenreform kísérlet volt, amely a várakozásokkal ellentétben szőnyeg alá söpörte az oktatási feltárulás problémáit. A valóságos cselekvés helyett politikai, adminisztratív pótcselekvésekkel operált, gondolok a tananyagcsökkentésnek a értékelés és osztályozás problémájának a kezelésére, vagy a hátrányos helyzetnek a leszűkítésére a fizikai dolgozó gyermekeivel való fokozott törődésében. És végső soron a megelőző időszak kezdeti lendületét kényszerpályára terelve ezen a szűk mesdjén vitte tovább az oktatás. Hozzá kell tennem azonban, úgy érzem, hogy a szellem kiszabadult a palotukból. Kiszabadult a palotukból, és már a 70-es években is érzékelhetők azok a törekvések, amelyek a felismert felelősség jegyében az adott helyzet megváltoztatásának a szándékát vagy igyekezetét tükrözték. Most ha az első évtized legfontosabb mozzanatát kiemelem, nem részletezem, mert korábban erről saját fórumaimban is esett szó, kétségtelen az ötödik nevelésügyi kongresszus volt, amely az előbb említett felszálló árba illeszkedik. Őszinte helyzetfeltárás és reformmegoldások ígéretével és szándékával számos olyan tabunak számító kérdést is feszegetve, mint a iskolarendszer szerkezete, a tartalmi modernizáció kérdése, a pedagógus szuverenitásnak a kísérletezés szabadságának a gondolata, az iskolai autonómia, a szakmai irányítás kérdése. De ezek a jó szándékú és határozati javaslatban fogott programpontok azonban az említett, előbb említett baloldali fordulat nyomán egy kényszerpályára terelt közoktatás így zsákutcáinak tűntek. A új alakult pedagógusítások tevékenységének két fontos színhelyéről, tevékenységi formájáról szerettem volna még részletesebben szólni, csak utalok rá. A szakosztályi keretek között zajló tevékenység, amely azon túl, hogy a szakosztályok összetételével is reprezentálva kapcsolatban keresett a nevelés elméleti és gyakorlati szakemberei az iskola világa között bizonyos értelemben hiánypótló tudományszervezési és kutatásfejlesztési funkciót is betöltöttek. Érdemes áttekinteni a kisgyermek nevelési szakosztályban folyó munkától, mondjuk az összehasonlító pedagógiai szakosztályig terjedő tevékenységet. Ebben az időszakban még hiányzó és a 70-es években megszervezett neveléstudományi kutatóhelyek előiskolájaként számos ma is érvényes kutatási eredményt hoztak. Ez tükröződik a társaság első évtizedének a könyvkiadói tevékenységében is. Iskolavezetéstől a neveléstörténeti kutatások módszerben kézikönyvéig terjedően számos ma is értékelhető munka született. A másik fontos terület pedig a megyei tagozatoknak a működése volt, amelyek talaját jelentették bizonyos értelemben azok a későbbi szigeteknek, amelyek a magyar nevelésű fejlesztési pontjait kutatva dinamizálni próbálták a hivatalostól eltérő pedagógiai közoktatáspolitikai gondolkodást. Izgalmas dolgok, hatalmas anyag, feldolgozhatom anyag,
részben a korabeli sajtóból is, de a visszaemlékezésekből is föltelíthetően. Az a pezsgő élet, ami a megyei tagozatok munkájában megjelent, nem világrengető kérdések, a helyi problémák, a tankötelezettség helyzetével, az iskolai értékelésnek a méréses módszerek alkalmazásában is megnyilvánul kezelésében, pedagógiai pályázatokban, az újító mozgalom felkarolásában, helyi pedagógiai kiadványok tömegeinek a megjelentetésében, ezek feldolgozása, értékelése is izgalmas feladat lehet, mert számos ponton háttérinformációt szolgáltathatnak azokhoz a folyamatokhoz, amelyeket az előbbi előadás és a hozzászólás is érintett. Itt a vége, befejezésül egy értékelő gondolatot, de ezt a önfegyelmezés kedvéért úgy olvasnám inkább fel. 25 évvel ezelőtt, amikor a pedagógiai társaság 100 évéről zajlott konferencia, az egyik főelőadó, miért nevezzem nevén, Mészáros tanár úr, úgy intézte el a Magyar Pedagógiai Társaság 67 utáni tevékenységét, hogy a kommunista szakemberek egymás közötti vitái zajlottak itt. Árnyaltabb megközelítést alkalmazott akkor Ványi Katalin, aki az erkölcsi felelősséget méltatta. Magam részéről két mondatban összegzésképpen valamiakat szeretném elmondani. Az új Magyar Pedagógiai Társaság elődjének szervezési elveitől eltérően nem zárt körű tudományos szervezetként, hanem sajátos, kettős arculatú, elméletileg gyakorlatra orientált pedagógiai tömegmozgalomként apostrofálta magát és lépett fel a pedagógusok szakszervezetének jánosága alatt. A kor sajátos viszonyainak megfelelően egyszerre volt államilag ellenőrzött szakmai tömegszervezet és a pedagógus társadalom szakmai újjászerveződésének keretjellegű intézménye a pedagógusok szakmai szuverenitásának szerény, de létező letéteményese. A 67-ben újjáalakított MPT tevékenysége kétes fogantatása, számos gyermekbetegsége és az őt ért sorozatos problémák ellenére a pedagógiai realizmus, mondhatnám azt is, hogy a népi demokrácia győzelme volt, ideológiai, politikai korlátokkal, a szocialista pedagógia fogalmi, frazeológiai békőjből küzdve, azokat meggyőződésből vagy megalkotásból elfogadva, a magyar társadalom jövőjét a gyerekek mindenek felett vélt és értelmezett érdekeit próbálta szem előtt tartani. Ez tanúsága helyét a nap alatt mindmáig kereső új, vagy legújabb Magyar Pedagógiai Társaságnak is. Köszönöm. Köszönjük szépen! Nekem két hozzászólásom van, pontosabban egy hozzászólásom, meg egy kérdésem. A hozzászólásom az, hogy amit itt most röviden végig gondolhatunk, ezt én nekem inkább végig gondolás, másoknak esetleg új információ is. Az egy nagyon jó illusztráció arra, hogy a úgynevezett civil társadalom hogyan szerveződött és nem szerveződött a kádárhoz. Ez egy kitűnő példány arra, hogy hogyan hazudták a rendszernek a vezetői, de közben azért valóban volt valami, ami mozgott. A kérdésem az, hogy én nem emlékszem a 61-es reformra, amiről azt mondtad, hogy ez egy katasztrófa és kudarc volt. Milyen célkitűzésé volt a reformra? Várj, Géza. Köszönöm szépen ezt a nagyon szép előadást, amely a
neveléstudósok és a neveléstudomány szemszögéből egy egészen új dimenzió jelent meg. Be kell vallanom, hogy az elmúlt időben és a te inspirációd hatására is elkezdtem ezzel foglalkozni, de a nagy politika felől. Hogy az oktatási ágazat fölött azzal a kádári politikával egy két frontos harc jelenik meg, ami magyarul lefordítva a sztálini politikával szemben, hogy a bukott vonala képviselők nem kell adjon lenni. Ez azt is jelenti, hogy két tábor jelenik meg és küzd egymással. Az egyik az, amelyiket mondjuk ez a 61-es párti nevelésközpontú, az életet közel, az iskolát közel az élethez, vagyis a termeléshez. A másik egy jóval racionálisabb, életszerű mozgalom volt. Na most ez a, ahogy ezt mondtad és igazad van, hogy a 60-as évek közepetáján ez az életszínvonal munkaerőgazdálkodási bizottság nevével fényleszhető politikai vonulat, plusz még az a, amit a Bajer Tamás világosan kimutatott, hogy a 50-es évek végétől meginduló erőltetett beruházási ciklus gazdasági válságot hoz, ez megjeleníti az ellenzéket. Azt az ellenzéket, amelynek oktatáspolitikában hosszú hatása képviselője nem az Ilfú-féle vonal, hanem acélgyert által és körülöttem jelenő vonal. Viszont ez a munkásvédő, meg hiszen a szárazás szerinti felvételi szabályozás eltörlése a munkásokat háttérbe hozza. Az új gazdasági mechanizmus teljesítményhez nagyon furcsán kötött fizetési különbség. A proletár diktatúrában a munkások és a parasztok háttérbe kerülő ideológiai vonulatot, és ez pedig a Gáspár Sándor körül megjelenő vonal, amelynek bábja volt a pedagógiai társaság. És csak egyetlen egy dologra hadd utaljak, hogy amikor 67-ben megalakul, ez már eleve egy politikai céllal, mégpedig az MSZNP 10. kongresszusára előkészítendő politikai hangulat eszközének használta, mert hiszen már abból az alapítókiratból lehet látni, hogy az MSZNP 10. kongresszusára plusz hazánk felszabadításának 25. évfordulója, plusz Lenin centenárium. Nem, a nagy októberi forradalom. A nagy októberi forradalomnak. Tehát, hogy mind együttesen ebbe a politikai célba volt az egész alárendelve. Tehát ez, amit a pedagógusok nem igen látnak, és van ebben egy másik mozzanat, amit hozzáfűznék, hogy vannak ezek, vannak a, hogy is mondjam, csak a sztálini korban nevelődött, hatalomba került ebben az értelemben idős pedagógus, neveléstudós generáció, amik a politikai hatalmukat transformálták a tudományos akadémia szintjében. Most ennek demográfiai okokból megjelent egy fiatalabb ellenzéke. És ez a fiatalabb ellenzék, amely ugyanebben a politikai oldalában be tudtak férni, beengedte, tehát nem a nem polgári gondolkodásúak, hanem mondjuk nagyon durván szocnem irányba tájékozódóak, azok számára ez volt az első formális megjelenés lehetősége az 5. nevelésügyi kongresszus. Tehát ebben ez egy ilyen nagyon sok szereplős harcot hívtak a hölgyek és az urak, vagy az elvtársak, és ennek a győztese ebben az időszakban, vagyis a nevelés, illetve az Acél Györgyé volt ez minden tekintetben, amelynek mondjuk csak az egyik áldozata Ilkó Pál lemondatása, és az Országos Pedagógiai Intézeteknek, meg a tudományos szervezeteknek, alternatív intézményeknek létrehozása, például a Magyar Tudományos Akadémia LKB, illetve a PKC létrehozása. Tehát ez egy olyan, és ezt azért mondanám elemén, mert most még hallgatlak téged, olyan szívesen együttműködnék veled, akár ennek a téma kidolgozásában, hát ha sikeres, ami
Jó, köszönjük szépen, akkor elemérje a szó. Először Tamás kérdésére fektálni. A 61-es 3-as törvény, ami az oktatáspolitikai reformnak a jogi megtestesítője volt, a középfokú oktatás általánosságtételéről és a politechnizáció teljes körű bevezetéséről szól. Mindkettő zsákutca. A 61-es oktatási törvényt a pártközpont kezdeményezte, de a balhét már a minisztériumban vitette el. Nagyon érdekes a korabeli sajtóban az az elhatárolódás, amely a pártközpont illetékes munkatársai részéről tekintetben megnyilvánul. Most a Géza megjegyzésére örömmel, ha életkori sajátosságaink ezt megengedik. Egyetlen megjegyzést, hogy Acélnak a szerepe, Acélnak a sokarcúsága sajátos módon rávetült a 72-es pártadáltatba is. A három tének, a tűrés, tiltás, támogatásnak az elemei, ezt próbáltam tanítatni hivatkozott nevelés történetben megjelent tanulmányomban, jelen vannak a pártadáltatban is. Vannak tag témák, tiltott témák, amikről nem lehet szó, állami fenntartás, pártirányítás, iskola szervezet, szocialista pedagógia. Aztán vannak tűrt dolgok, és a támogatottak között pedig formálisan legalábbis az említett pedagógiai problémák, politikai jelen, adminisztratív megoldására irányuló előírások, tananyag csökkentés kabaré módra, az értékelés osztályozás körüli húzavonák, a oktatási minisztérium volt már, vagy még, nem tudom, nem, pontosan most nem tudom, 1972 lázas hevületében egy év alatt több tucatnyi utasítást adott ki az első osztályos tanulók értékelésének megkönnyítésétől a fizikai dolgozó gyermekeinek nyilvántartását. Igen. Én most azt javaslom, köszönjük szépen, azt javaslom, hogy most tartsunk egy 5 perc kávé vagy egyéb szünetet, és akkor 11 órakor Forrai Kati előadásával folytatnánk. Elnézést kérek az ünnepeltől is, és mindenkitől a családjából lehetett rohannak. Nagyon jó, örülök neki, hogy itt vagy.